Szeretettel köszöntöm a Zöld Keresztény blogos interjúnkon Dárdai Zsuzsát és Szakszonszász Jánost, akik házas pár. Most a házasság hete van ugye nagyon sokak számára. Ennek az apropóján kerestem meg őket, de eddig is igazából Zsuzsával a Zöld Keresztény blogot együtt szerkesztettük sokáig, és most is néha besegít bizonyos dolgokba, hiszen ő újságíró végzettségű, és dolgozott is újságíróként, illetve képzett is újságírókat. János pedig művész, kutató, feltaláló, a háttérben ugye látható az egyik alkotása például, és a Zöld Keresztény blognak a logóját is ő készítette, tehát innen találkozhattak már az olvasók, nézők, követők az ő nevével, munkásságával. Mit mondanátok még magatokról ezen kívül? A lényeges dolgokat elmondtad. Hát inkább majd a beszélgetés során, hogyha így még felmerülnek dolgok, akkor hozzáteszünk, de ez így jó bevezetésnek. Köszönöm. Több mint 30 éve ismeritek ugye egymást, és nagyon hamar eldőlt, hogy össze is házasodtok. Mit osztanátok meg szívesen a nézőkkel arról, hogy hogyan ismerkedtetek meg? Hát úgy ismerkedtünk meg, hogy én Franciaországban éltem abban az időben Párizsban, és ott voltam egy jó fél évig, és a Fajó János nevű festőművész felhívott és írt egy levelet, és az volt benne, hogy ha visszajövök Magyarországra, akkor van egy galéria, ott, akkor még szocializmus volt, ugye, és volt a Józsefvárosi galéria, és hogy ott neki szüksége lenne egy jobb kezére, vagy egy bal kezére, ő balkezes volt, tehát akkor egy jobb kézre lenne szüksége, hogy segítsek neki a művészeknek a toborozásában, beszélgetésekben, kiállítás szervezésben, stb. Stb. És akkor én, mikor visszajöttem Párizsból, akkor bementem oda a Fajóhoz, mert előtte művelődési házigazgató voltam vidéken, és azt követően pedig oda mentem a Fajóhoz, és azt mondta, hogy jó, rendben van, szeretné, hogyha itt dolgoznék. És ott hagytam a művelődési házat, és eljöttem ide, mert a művészet az nagyon fontos volt az életemben, arról majd később még lehetne beszélni. Egyrészt, másrészt pedig tovább akartam még tanulni, igaz, hogy már egy egyetemet, egy főiskolát már elvégeztem, de a nagy tervem akkor az volt, hogy újságíró leszek, és úgy éreztem, hogy a művészet területéről indulva fogom ezt az utat bejárni. És ahogy bementem oda dolgozni, másnap bejött egy fiú, egy vidéki srác, ilyen aranyos kis vidéki kabát volt rajta, amit még az édesanyjától kapott nyolcadikos korában, de akkor ő már nem nyolcadikos volt, hanem felnőtt férfi, de mégis még abba a kis kabátjába jött be. Én meg Párizsból, ő meg valahonnan Szabolcsból, egy pici faluból, illetve Szatmár-Bereg megyéből, Tarpáról, és egyszerűen megéreztem, hogy itt ez az ember nagyon fontos ember szerintem itt a Földön, és elkezdtünk barátkozni, és akkor ő is egyre többször bejárt oda, beszélgettünk, és akkor így indult, és elég gyorsan döntés született, de szólj hozzá. Hát akkor a döntés itt korábbi volt, mert én középiskolában eldöntöttem, hogy képzőművészeti pályát választok a tudományos helyett. A Zsuzsa eldöntötte, hogy ő galéria vezető és újságíró lesz, és ezen a ponton találkozott, tehát egy galériába találkoztunk, először ott láttuk meg egymást, és először én úgy mentem be, mint aki kiállítás rendezésben segítkezik, a Zsuzsa már ott volt státuszban, és így egy ilyen személyes munkakapcsolat kezdődött, és tényleg ott eldőlt, hogy van valami vonzó erő, vagy összetartozás közöttünk, aminek nem tudtunk később se ellenállni, vagy máshogy gondolni. Tehát ez az idő során egyre jobban azzá alakult, ami eleve el volt rendelve.
Tehát ez volt a galériában a találkozás, és ott együtt dolgoztunk. És persze azon felül is még úgy szívesen maradtam, én személy szerint, vagy a munka után, mert ugye Budapesten dolgoztam, és készültem az iparművészeti főiskolára, mert az akkor még egy ilyen 5-10 éves program volt oda bejutni. Készültem a felvételikre, közben albéletben laktam, és szívesen bementem szabad időmben mindig a Zsuzsához beszélgetni, vagy egyáltalán segíteni. Hát rengeteget beszélgettünk, és mai napig is. Galéria és művészet terén. Jó, még azt azért hozzá lehet tenni, ha már személyes a dolog, hogy volt egy pillanat, amikor el akartunk még a legelején válni, mert ugye én idősebb vagyok a Janinál, és azért ezt meg kellett emésztenie egyrészt Janinak, másrészt az ő családjának is, és nekem is, mert azért az mindenkinek meg kellett emészteni, de ez nagyon rövid időt vett igénybe, azt menj, hogy volt nyáron át, hazament nyáron, és én pedig úgy éreztem, hogy semmi rosszat, szóval semmiképpen nem akarom, hogy ez a szeretett ember bajba kerüljön miattam, és arra gondoltam, hogy ha az Úristen ezt így nem így gondolja, akkor én szépen visszamegyek Párizsba, és akkor én békén hagyom Janit, szóval, hogy nehogy baja legyen, és ő is ugyanezt gondolta, hogy ha az Isten úgy döntött, hogy mi egybe tartozunk, akkor ő... Ezt ne választjuk szét. Ezt ne választjuk szét is. Tehát egy szakító próba az mindenképpen benne van a papliba az elején, hogyha úgy tűnik, hogy egy pár, akár fiatalabb, akár később, hogyha találkozik, és egymásnak van rendelve, és ugye mindent megpróbálnak annak érdekében, hogy ilyen-olyan ok miatt. Nekünk ugye nem a belső kényszer, hanem a külső megítélés, vagy az arra való figyelés miatt próbáltuk ezt meg, hogy szakítunk, de nem sikerült. Tehát mindenáron el akartunk szakadni egymástól, de nem sikerült. Talán egy-két ilyen próbát is megtettünk, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor megadjuk magunkat, és akkor ennek így kell lennie. Köszönöm. Hála érte. Említettél, Zsuzsa, olyan... 38 évvel ezelőtt volt. Igen. 38 év azért nagyon, nagyon szép idő. Lehet, hogy sokan megirigyelhetnék, de igazából nem szükséges, hanem inkább köszönjük meg Istennek, és merítsünk valamit a jó példából, akik szeretnénk errefelé tartani. Zsuzsa, említettél olyat, hogy fontos ember. Ezt hogy értetted? Lehet akár általában is fontos ember, vagy az már egy ilyen személyes vonzalom, szimpátia, szerelmi szikra, csíra lehetett? Hát ezek azért mind együtt, de valahogy a Janiban, amikor én megláttam, ami nekem bejött, az én személyiségemnek, ami nagyon bejön, az a szerénység, az a szegénység, tehát hogy nem egy gazdag, egy Rolls-Royce odaáll elém, és akkor gyerünk, menjünk együtt az életnek, hanem egy egyszerű vidéki srác, aki nagyon tehetséges. Nekem ez jött be. És hát ez vagy nem tudom, hogy ez jött be, de minden esetre ez legalábbis, nem tudom, hogy mi robbantja szikrát, mi robbantja szerelemre az embert, de hogy valahogy ezek így bennem így, ez nagyon fellobbant, ez az, hogy ez egy valami különleges figura, nagyszerű ember, és akarom, hogy ott legyen, ahol én, tehát akkor kezdődött ez a bizonyos szerelem. De nyilván valamelyest az ellentét is kell, hogy vonzza egymást, hiszen a Zsuzsának az a hihetetlen dinamikus lelki kirobbanása, tehát olyan értelem, egy pozitív lelki töltet, tehát ő egy ilyen hihetetlen módon, és ezt szeretet és a lelkesedés, lelkesítés okán ezt így szórja maga körül, átfolyik rajta, tehát nem lesz neki kevesebb, hanem még több, tehát szabadon tud abból a forrásból merítkezni, ahonnan ezt kapja, és ebből ugye jut mindenkinek, aki a közelébe van. És nyilvánvalóan
nekem erre akkor szükségem volt, meg egyáltalán erre mindenkinek szüksége van, és ez a vonzás, tehát ez az ellentétes pólusoknak a vonzása is közrejátszhatott. Tehát én inkább egy ilyen, ahogy Zsuzsa mondja, egy szerény visszafogott belülélő, és inkább a ráció az ész, a gondolkodás, és nem annyira az érzelmeknek a kiadása, és ő pedig ezt a hiányt, ami kevésbé volt rám akkor még úgy jellemző, ezt ő tudta nagyon jól pótolni, és oda-vissza, tehát úgy jól kiegészítette egymást ez az összeállítás. Igen. Tehát szép jó egységet tudott. Igen. Említettél olyat, János, hogy ha úgy van elrendelve, úgymond, hogy két összetartozón, ez úgy tűnik, hogy egy ilyen protestáns hatású gondolat lehet. Van ebben összefüggés a szemléletedben? Nem tudom, akkor ezt én még úgy nem protestáns alapon, vagy semmi vallási alapon nem gyakoroltuk, tehát az egymásba. Tehát az a kor még ugye a szocializmusnak a hát a vége felé ugyan, de még azért csak a 80-as évek eleje. Tehát így nem volt annyira még ez, nem az, hogy nem megengedve, hiszen vallásszabadság volt, de a kötelező ritusok, tehát a házasságkötés sem volt jellemző, hogy templomban történik. Tehát egyáltalán nem feltétlenül mindent vezettek vissza az Istenhez, sőt kifejezetten ellenére mentek a dolgok. Hát ez ugye még a pártállamban volt, és nem volt egy gyakorló vallás. Hiába ugye meg voltam én is keresztelkedve, meg konfirmáltam is, de nem volt arról fogalmam, hogy ez valójában mit is jelent, csak egy ilyen kötelező rutin szerint. A szülők azért, mert ők sem gyakorolták, nem voltak minden nap templomba járók, csak egyes családi, tehát max. Egy keresztelő, az a kötelesség volt, hogy a gyerek azért ne rajtuk múljon, hogy hova van beágyazva, tehát megkereszteljük, de hogy utána mi lesz vele, azt már úgy nem gyakorolta senki, tehát a falvakban egy nagyon minimális szűk réteg, akik tradicionálisan ezt továbbíték. És hát így ugye nem vallási alapon néztük, de mégis azt lehetett tudni és érezni annak a szükségszerűségét, hogy itt valami olyan fajta összetartozás van, ami egy eleve elrendelés így a Zsuzsával, és ugye mivel ez a szakító próba, úgymond, amit mondtam, emberi értelemben megpróbáltuk, nem sikerült, és akkor gondoltuk, hogy nem, ha nem sikerült, nem, akkor nem lehet, és igen, akkor ez nem véletlen, ez az eleve elrendelés, és mint olyan, akkor ezt a kegyelmet megköszönjük, illetve bemutatjuk Istennek. És ez a bakástéri templomnak a bejáratánál, mert azt hiszem akkor nem is lehetett még mindig bemenni, talán bementünk, és egymásnak örök hűséget, vagy ott megkötöttük a házasságot Isten előtt, emberek mi voltunk benne, tehát tanúk nélkül, de úgy gondoltuk, hogy akkor ez így indulásnak elég. Ezt éreztük, és nem voltunk egyáltalán vallásosak, se templomba járók, bár a Zsuzsa ugye, ő is katolikus tradíciókkal, én református, tehát ő is meg volt keresztelve, én is, és akkor ez így indult el az útunk, az életünk. De később ugye a fejlődés történet az hozzátette még azokat a szükséges lépéseket, amikkel polgári és egyházi értelemben egyaránt, és ezt így végigvittük, ezt a skálát, és az ökumenián belül végigvittük, tehát. Igen, köszönöm. Arra voltam és vagyok kíváncsi igazából, hogy eleve elrendelés kifejezés, hogy van ilyen, hogy valami eleve el van rendelve, ez mennyire volt akkor része a szemléletednek, illetve mennyire most, illetve Zsuzsa, te hogy vagy ezzel? Hát, ahogy a Jani mondta, nem voltunk vallásosak, de hittük az Istent. Tehát állandóan beszélgettünk, nagyon komoly etikai, filozófiai kérdésekről, amiben középpontban állt az Úristen, az Isten. Tehát nem vallási alapon, de intellektuálisan, folyamatosan erről beszélgettünk, meg gondolkodtunk. Hát amikor még nem volt az ember templomba járó vallásos, akkor is ezt a szót, hogy szóval, hogy így belül meg lehetett érezni, hogy igen, ezt Isten rendelte így el. Tehát most ki mondja meg, hogy ezt nem érezhette egy olyan ember, aki nem járt templomba.
Tehát ő ezt, én ezt éreztem, és a Jani is ezt így érezte, és ki is mondtuk egymásnak, és akkor elmentünk Franciaországba, baszk földre, egészen a Pireneusokhoz, és ott egy baszk pap adott bennünket össze, egy katolikus templomban, és két tanúval, tehát ott ez már megtörtént, mármint a polgári után megtörtént ez a katolikus templomi esküvő is, és tehát, de ennek ez már a vallásfejlődésünkkel is összefügg, ami később történt, de az, amit te kérdezel a legelején, az saját belső. Tehát nem csak azt mondtuk, hogy szerelmesek vagyunk, nem csak azt mondtuk, hogy jaj, de jó, hogy szerelmesek vagyunk, hanem hogy ez Istentől eredően vagyunk együtt. Igen, igen. Hála értem. Zsuzsának tehát a lelkületéből is adódott meg egyáltalán, tehát ez a hitbe való ágyazottsága, ami látens módon ott volt bennünk az elején, és ez a vágy, ez az igény, hogy ilyen módon is kiteljesedjen az életünk és a házasságunk. Tehát ez azt mutatta, hogy itt nem, tehát amennyit beleteszek, annyit kapok vissza. Tehát általában ez a szemléletmód ma a világban, és mi ez sokkal szabadabban, tehát már a munkánk során is a művészeti munka területén, ami ugyancsak párhuzamosan, tehát mi munkatársakként is éljük az életünket kezdetektől fogva. Tehát a művészet az olyan terület, akár az egyéni alkotó munka, akár a közösségi, mert az még azt mondanám, hogy nagyobb hangsúlyt jelentett az életünkben, hogy nem méricskélünk. Tehát nem az van, hogy, tehát nem úgy van, mint általában, vagy az átlag ember életében, hogy van egy munkahelye, beleteszi azt a munkaidőt, vagy akármit, és akkor annak megfelelően visszakapja az ellenszolgáltatást, akkor rögtön. Tehát a mi életünk az olyan volt kezdetektől, hogy tettük bele az időt, az eszet, az energiát, és nem kaptunk vissza semmit, de mégis valahonnan jött még újabb olyan dózis, amit újra bele tudtunk tenni. Tehát, hogy egy ilyen mentális energia folyamatosan átáramlott, és ez csak a teremtőtől lehet. Tehát ilyen mérhetetlen forrás, úgy az, hogyha ezt a fizikai világunk javára fordítjuk, ez csak a teremtő Úristentől jöhet. Ez nem egy kispályás dolog. És mivel ezt a munkánkban aztán ez nem vészel, tehát ezek ott szépen összeadódnak, és egyszer csak mindig azt tapasztaltuk ugye a munkánkban, hogy egy ilyen, azt mindig úgy éltük meg, hogy kegyelmi állapot, és mindig a legjobb kor, egybe visszakaptuk. Tehát magyarán ez olyan, mintha az apró pénzeinket, az időnket, az életünket, az eszünket belerakjuk egy kis malac persejbe, történetesen, mint a gyerek, tehát ez párhuzamban egy ilyen mennyországi persejbe, nem tudom, tehát égi persejbe, és akkor ezek ott gyűlnek, és egybe visszakapjuk, és akkor elállt fülünk szánk, mert nem tudtuk, hogy akkor ez most miért van. Mert ugye nem tűnt föl, hogy ezt csak tesszük bele. Na most én úgy érzem kezdetektől, hogy a házasság is ilyen, hogyha beleteszek egy fillért, akkor visszakapok egy fillért. Tehát, hogy mi, a házasság olyan, mint a hit életünk, hogy nem lehet csak részegységeket beletenni, és nem lehet részegységenként megélni, hanem bele kell mindent tenni, amink van, maradéktalanul, és hogyha testi, lelki, anyagi, minden értelemben, tehát nem véletlenül van a feleség. Én mindig persze azt szoktam, hogy az egészségem, bemutatom az egészségemet, de végül is a szóhasználatban a feleségnek mondjuk, tehát feléből mindenem az enyém. De én azt mondom, mindenből mindenem az övé, de ő meg azt mondja, hogy mindenből mindene az enyém. Tehát így annyiban is, ez nem ilyen megfontolás, de annyiban is jól kerülünk ki, hogyha én beleteszek egy teljes egységet, ami én vagyok, ő is beleteszi, akkor mind a kettőnknek két egység lesz. Tehát milyen megdupláztuk azt a bizonyos lehetőséget, amiben az élet teljességét meg tudjuk élni. Na most ugyanez van a hitben, tehát az Úristennel való kapcsolatunkban. Igen, tehát hogy ott is mindent, hogyha nem adunk oda, akkor ha valamit picikét még visszatartunk, egyrészt ez a bűnnek a forrása, a tévejgésnek a forrása, ott gellert kaphatunk az életünk, vagy a gondolatunk, az érzéseink, tehát mindent oda kell adni, oda kell helyezni, és akkor úgy teljességében meg tudjuk élni. A hitet is, a házasságot is, a munkánkat, az életünket. Úgy legyen. Említettetek olyat is, hogy ellentétek vonzzák egymást, és erre is szükség van.
ugyanakkor mégis hasonlóságra is van ugye szükség bizonyos mértékben. Ugye a ti életetekben is sok közös szál van, amit már említettetek is. Mit gondoltok arról, hogy milyennek az ideális aránya az ellentétes jellegnek, illetve a hasonlóságnak? Hát én azt úgy gondolom, hogy a hasonlóság a fontosabb. Tehát lehet, hogy én mentálisan kifele vagyok jobban, és érzelmeimet jobban kifejezem, és jobban így benne vagyok a világban, de ez a külső rész, ez ilyen mentális rész. De az, hogy mi 38 éve házasok vagyunk, és naponta 8-10 órákat képesek vagyunk beszélgetni, vagy ha elmegyünk egy társaságba, és millió jó fej van ott, és a legjobb fej mégis mindig az, hogy oda érünk egymáshoz és beszélgetünk. Tehát az, hogy gondolkodásmódban, érzelmekben, művészetben, világlátásunkban azért nagyon sok, szóval közel vagyunk egymáshoz. És ez fontosabb, mint az, hogy ha én is szerény lennék, vagy ő is ilyen kifele élőbb lenne, az szerintem az a másodlagos, én úgy gondolom. Nem feltétlenül 100%-osan értünk mindenben egyet, vagy látunk, gondolunk mindenben egyet. Viszont azt egyrészt megbeszéljük, megvitatjuk. Másrészt, hogyha ennek van egy cselekvő része, vagy egy kifutási része, akkor azt úgy megfogalmaztuk, hogy magunkban, vagy egymás számára is, hogy semmi olyat nem teszünk, amivel a másik nem ért egyet, sőt kifejezetten. Tehát, hogyha nem is ért, tehát nem ez ért jó, vele ez egyet, fontos. De hogy megmondja, hogy oké, most én pont ezt nem így gondolom, de akkor csináljuk mégis úgy, ahogy te gondolod, de a beleegyezésével akkor azt úgy megpróbáljuk. Aztán benne van a tévedés, benne van az, hogy mégis az a jó irány. Tehát egymás ellenére nem teszünk semmi olyan dolgot, ami nem az, hogy nem ért egyet, hanem nem hagyja jóvá a másik. Igen, igen. Főleg nagyobb, kisebb dolgokba is, de nagyobbakba pláne. Mindig együtt szoktunk dönteni, és közös elhatározás alapján. Igen. Vannak olyan házaspárok, akik pár év alatt képesek egymás agyára menni. Volt esetleg nálatok is ilyen, hogy mégis így, mintha elég lett volna a másikból, és már azután is, hogy a biztos döntés megszületett, mégis, mintha szünetre lenne szükség, vagy valami Na, hasonló. Nem volt. Ugye nem volt? Nem, azt egy napon belül lerendezzük. Tehát nem telik el úgy nap, hogy ne rendeznénk le, hogyha valami kisebb nézeteltérés van. Mert hogy van. Vagy sértődés, vagy csúlódás. Tehát ezek természetesek. Tehát itt nem az a kérdés, hogy nincsenek, vagy ne legyenek. Legyenek, nagyon is legyenek ilyenfajta megpróbáltatások is egy házasságban, hanem annak a kezelése, tehát itt alapvetően ugye mi mindig úgy éljük az életünket, tehát gyerekünk nem lévén, sajnos. Tehát hogy mi ketten vagyunk, de nem vagyunk mégsem ketten, vagy nem vagyunk egyedül, mert mindig ott van az Úristen, a nagy tesó, a Krisztus az életünkben, minden, amit csinálunk, és ahol éppen tartózkodunk, tehát az utazásaink során, ide-haza a munkánkban. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos, és mindig ez egy nyugvó pontra jut. Tehát bármilyen kisebb nézeteltérés, surlódás, ezen a helyen nyugvó pontra jut, és feloldódik. Tehát nem marad meg, nem viszünk tovább semmi olyat, ami... Sőt, kifejezetten, tehát itt az a szándék, ami egy összetartozó dolgot szét akarja választani, az nem Istennek való dolog, és azt egy olyan fajta oldalági, vagy inkább a dolgoknak az életét és a természetét lebontani igyekvő gonosz szándéknak lehet fölfogni, aminek juss se. Tehát itt az van, hogy nem, hogy na igen, hogy most akkor el lehetne válni, vagy lehetne valami más utat kezdeni. Igen, lehetne, persze, minden pillanatban lehetne, és a többi az már csak kifogás, itt a szándék a lényeg, hogy igen, jött egy ilyen lehetőség, vagy sugallat, vagy bármi az életben, a problémák véget, és azt mondjuk, hogy de juss se engedünk ennek, tehát hogy akkor is ellenállunk, és ezt nem fogadjuk el.
Tehát a dolgok, amik jönnek és vannak a világba, és átmennek rajtunk, azok nem feltétlenül mi vagyunk, azok leszünk mi, ami megmarad bennünk, aminek fészket adunk, amit azt mondjuk, hogy megvendégelünk, és azt mondjuk, gyere, ülj le. Tehát mi magunk emberek, az agyunk, a szellemünk, a lelkületünk egy átjáróház, főleg a mai világban, sőt, tesznek is arról, hogy minél inkább az legyen, hogy minél inkább széttipolt, szétzilált lelki és szellemi állapotban legyünk, ugye a világnak a kommunikációs egyéb eszközei révén, televízió, internet, és hagyd ne mondjam. És az nem mi vagyunk feltétlenül, az vagyunk mi, vagy azok leszünk mi, akiket hagyunk az asztalunknál megpihenni. Hagyunk befogadni a lelk, hagyunk maradásra kérjük őt. Ez viszont a mi szabad választásunk. Igen. És minden ezen alapszik, ezen múlik. Értem. Mit javasolnátok olyanoknak, akik szeretnének hasonlóan tartós házasságot építeni, és hasonlóan jól kommunikálni és megoldani konfliktusokat, kitartani egymás mellett? Mi a kulcsa a történetnek? Jani elmondta szinte az egészet, mindazt, amit most kérdezel. Mégis fogalmazd meg. Hát, hogy amit elmondtál, hogy gyakorlatilag az Isten velünk, hárman vagyunk. Tehát az Úristen mindig itt van velünk, és bármilyen döntést közösen hozunk meg, amire az Úristen adja meg a végső választ, hogy igen, így kell csinálni valamit. Egyrészt, másrészt meg, hogy ha még ütközések vannak is, akkor is azt nem hagyjuk, hogy súlyosodjon. Mindaz, amit a Jani elmondott, én ahhoz nem is nagyon tudok hozzátenni, mert az annyira szép, és inkább azt mondanám, hogy az Istennel való kapcsolatunk miben, hogy tud erősödni, mert ugye elindultunk onnan, hogy a szívünkben volt az Úristen, de nem voltunk vallásosak. Na most vajon adott-e többet az élet, amikor vallásba kerültünk, hogy megerősödött-e bennünk az Istenkép, vagy talán eltávolodott, vagy egy másfajta relációt mutatott. Ugye ő református, én katolikus vagyok, de amikor a szocializmusnak így vége lett, akkor azért a baptista imaházba keveredtünk Pesten, a Angyalföldön, és majdnem 5 évig oda jártunk, mert valamiért ő nem akart elmenni a református templomba, én nem akartam a katolikusba, és akkor ott ilyen családias légkör volt, nagyon jó emberek voltak a vezetők, és akkor szinte úgy mondhatom, kijártunk egy baptista egyetemet, mert akkor ismertük meg a Bibliát jobban, mindent, ami ott történt, és ami a hitre vonatkozik.